Az önkormányzati vagyongazdálkodás átalakítása, az értékek eladása helyett a védelme, hatékonyabb önkormányzati gazdálkodás, a közbeszerzési gyakorlat átalakítása és a korábbi házi cégek lecserélése. A környezet és az itt lakók életminőségének megóvása, illetve fejlesztése. Többek között ezt ígéri, pontosabban tervezi a jövőben Vadász Gábor, a kerület alpolgármestere. A Hegyvidéki Önkormányzat honlapján is olvasható pontokról, illetve a ráváró feladatokról beszélgettünk a 36 éves közgazdásszal, aki születése óta a kerületben lakik. Természeti környezetünk mellett az épített örökségünk környezetét is nagyon fontosnak tartom, hogy megóvjuk a jövő generációi nemzedékeinek a számára. Szerintem akik itt járnak gyakran a kerületben, vagy akik itt élnek a kerületben, azért látják, hogy az elmúlt években nagyon elszaporodtak a hatalmas méretű lakó ingatlanok, inkább lakóparkok, és nagyon sokszor ezek nagyon komoly környezeti terhelést jelentenek. Egyébként nem csak ezek a fajta ingatlanok, magánlakóházak, kevés lakást tartalmazó lakóházak közül is vannak olyan monstrumok, amik tényleg kiszúrják az ember szemét, hogyha gyalog vagy akár autóval itt a hegyen közlekedik. Azt gondoljuk, hogy ennek az ingatlan lobbinak, ennek a lakópark lobbinak valahol gátat kell vetni, itt és most kell gátat vetni, és azt a fajta terhelést, amit a természeti környezetünk kap jelenleg is, azt valamilyen módon mérsékelni kell. Vadász Gábor szerint az ilyen típusú beruházások leállítására nem azért van szükség, hogy kiírják a megtelt táblát, és ezután is csak az lakhasson itt, aki már eddig is itt lakott, hanem más megoldásokkal kell lakhatási lehetőségeket biztosítani, mint ami korábban volt gyakorlatban a kerületben. Az egy gőgös hozzáállás, hogy azok részéről, akik egy adott területen laknak, hogy mi már itt lakunk, de ide senki más nem jöhet lakni. Azok a lakó épületek, ahol például én lakom, vagy ahol itt a kerületiek laknak, azokat is az ember építette. Azok helyén is zöld volt, azok helyén is fák voltak. Viszont azt a fajta, azokat a méreteket, amik ezek az új lakóingatlanok most jelentenek, azokat lejjebb kell faragni. Azt a környezetpusztítást, amikor mondjuk 200 fánál többet kivágnak egy lakóparknak a létesítése nyomán, azokat le kell állítani. Azt is gondoljuk, hogy lehet lakóingatlanokat, új lakóingatlanokat létrehozni már most beépített területeken. Elképzelhetőek olyan konstrukciók, például tetőterek felújítása és tetőterekben lakások létrehozása, amelyekkel új családok, új emberek tudnak ide költözni a kerületbe, és ezek mégsem járnak természetpusztítással. És azért azt is jegyezzük meg, hogy amikor egy kerület, vagy egy városrész, vagy egy település úgy fejlődik, hogy csak új lakosok érkeznek, csak új lakóingatlanok épülnek, és az úthálózat, a közműhálózat ehhez nem fejlődik, vagy ezt nem fejlesztik, a különböző szolgáltatásokat, például óvodai szolgáltatást nem fejlesztik, az a település fejlesztésének egy teljesen élhetetlen iránya. A környezeti terhelés egyik legfontosabb gócpontja a normafa, amely ugyan a fővárosban egyedülálló feltöltődési lehetőségeket kínál a budapestieknek, ám Vadász Gábor úgy véli, ott is meg kell változtatni a kialakult szokásokat. A normafa nekem szívügyem, én a kerület felső részén nőttem fel, a gyerekkoromat, minden hétvégét a gyerekkoromnak szinte a normafán töltöttem. És azt tapasztaljuk, hogy egészen elképesztő mértékű terhelés turisták formájában, látogatók formájában egészen elképesztő mértékű a terhelés hétről hétre, főleg a hétvégénként, és nagyon fontosnak tartjuk polgármester úrral egyetértésben azt, például, hogy ezt a fajta terhelést megpróbáljuk eloszlatni a kerület többi részén, és olyan turista útvonalakat emeljünk be a köztudatba, illetve olyan új látványosságokat vagy helyeket hozzunk létre, vagy fejleszünk, amik ezt a viszonylag koncentrált terhelést egy kicsit jobban szét tudják húzni. Emellett szeretnénk azokat a beruházásokat, amik még több embert vonzanak a hegyre, megállítani. A beruházások nagy része a központi költségvetés által támogatott normafa program keretében valósult meg, a Zugligeti lóvasút helyreállításától a régi buszforduló megszüntetéséig. Ám a hátralevő elemeket a kerület új önkormányzata kifogásolhatónak tartja. Most volt éppen egy képviselőtestületi ülésünk, és ezen a testületi ülésen is felmerült a lombkorona fejépület megépítése. Ezek a munkálatok elindultak, ez a korábbi kerületvezetés, városvezetésnek
a terve volt, a lombkorona sétánynak a megépítése. Ugye nagyon grandiózus tervekkel indultunk, aztán ezek a tervek mérséklődtek. A jelenlegi tervek szerint, vagy hát az előző vezetés újabb koncepciói szerint egy sokkal visszafogottabb lombkorona sétány épült volna. Mi ezt a sétányt ebben a formában nem szeretnénk megépíteni, mi ezt a sétányt semmilyen formában nem szeretnénk megépíteni, azonban a sétány kiinduló pontjánál már az építkezés korábban is megkezdődött, ennek az épületnek az alapozása megtörtént, és egész egyszerűen a támogatási megállapodás, olyan a szerződés, ami értelmében érkezik az államtól a pénz, hogy abban az esetben, hogyha mi ezt az épületet nem fejeznénk be, nagyon súlyos anyagi következményekkel, kockázatokkal kellene számolni, hatalmas összegeknek a visszafizetése lenne esedékes, ezt mi szeretnénk elkerülni, úgyhogy ezt az épületet például befejezzük. Mi minden olyan fejlesztést, ami erre a nagyon koncentrált területre hoz még több embert, embertömegeket, ezeket szeretnénk megállítani, és olyan fejlesztéseket szeretnénk elindítani, akár a Széchenyi-hegy irányába, akár a meglévő frekventált helyeken új útvonalaknak a megismertetésével, köztudatba hozásával, amik azt a jelenlegi terhelést is széthúzzák, és ezért például bízunk benne, hogy az Anna rét, vagy a Szaniszó rét néhány év múlva sokkal kisebb terhelést fog kapni, és visszanyeri azt a formáját, amit én a gyerekkoromból megszoktam, megismertem.